Sziasztok, Adri vagyok, ez itt az Alapjárat Jobb 1. A mai műsorban Nagy Ádámmal fogok beszélgetni, akinek egy Toyota Sorrerje van. Ismét egy driftedzésre látogattam ki, és felvettem a történéseket, illetve Ádámmal most beszélgetek egy pár szót az autóról, illetve hogy mégis mi történt vele, mióta hozzákerült, és most éppen milyen állapotok uralkodnak az autóban. Szia, Ádám! Szia! Mondj nekem egy pár szót, mióta van nálad az autó? Mióta versenyzel, hát nem versenyzel, mert mióta jársz ki edzésre, ugye? Mi került bele, mit változtattál, mit vettél ki, mit raktál bele? Kicsit összefoglalod ezt nekünk, kérlek. Persze, természetesen. Kérlek szépen, ez egy Toyota Sorrer. Ezt itt Magyarországon sikerült vennem, még anno 2009-ben. Van egy éles, egy profi versenyautó, egy BMW E36-os, amiben az egyéző motorját tettem át. Ez itt Magyarországon az első ilyen motorswap volt, fogalmazzunk így, hogy japán motort tettek más autóba, németbe. Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lépés, turbós motor van hova fejleszteni, mint kiderült, ez be is igazolódott. És az autónak így, hogy mondjam, motorváltó nélkül végül is nem volt úgy sorsa, így elraktároztam. Volt egy-két érdeklődő, hogy a gurulók azt elviszik hasonló célokra, de végül nem lett bele semmi. Aztán így hát majdnem 10 év távlatában úgy alakult, hogy sikerült összeszednem hozzá az alkatrészeket, és végül is lett egy edzőautó, ha így fogalmazom. Értem, jó. Szerintem akkor így most dióhéjban nem is mondtad, hogy is kezdődött ez a projekt. Én megmutatnám nektek az autót közelebbről is, illetve majd részleteiben Ádám kifejti, hogy pontosan mi az, ami mókolva lett az autón, úgyhogy menjünk is tovább. És akkor itt állunk az említett Sorrer mellett, nagyon diszkó színe van, nekem nagyon tetszik. Ádám, kérlek, mesélj róla nekem, hogy mi volt gyárilag az autóban, és mi van most benne, amit már azóta te cseréltél ki, vagy te építettél át? Hát kérlek szépen, ahogy említettem, a Toyota Sorrerek azok gyárilag egyéző motorral vannak szerelve. Ez önmagában a 2.5-ös twin turbos, de a 96 utániak viszont egy turbos verzió. A motor átkerült az éles versenyautomba, fogalmazunk így, és ebbe pedig az idők folyamán ez egy 2JZ-GE, azaz egy szívó motorból turbósított példány került ebbe. Gondolom, Ádám, nem csak a motor az, ami kicserélődött az autón, így ránézésre sem tűnik egy kicsit sem gyárinak. Felsorolnád nekünk, hogy mi az, ami még belekerült, kérlek? Természetesen, kérlek szépen, egy japán módosított kormányszög itt van az autóban, akkor egy CST márkájú állítható futómű, akkor egy HKS Garrett turbó van benne, egy dupla tárcsás ATS karbonkuplung, ez egy igen drága alkatrész, és hát mit is mondhatnék róla, minden, ami a szívó motort, hogy szívó motorhoz kellett, hogy turbos legyen, minden belekerült. Dugattyúk vannak benne cserélve, hajtókarok vannak benne cserélve, teljesen új gyújtásrendszere van az autónak. Működik, jó, tartós. Nem áll meg, tehát akkor stabilan ezzel a setup-val. Hát most körülbelül 500 lóerő fölött járunk valamivel, nincsen pontos mértadat, majd ezt a későbbiekben szeretnénk, de lekopogom, hál' Istennek az autó az nagyon jó, hibamentesen működik. Köszönöm szépen, Ádám, hogy megmutattad az autódat, és nektek is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kövessetek minket a Facebookon, a YouTube csatornán és az összes ilyen menő social media felületen. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!